A Magyar Dal Napja rendezvény sorozat 2008-ban indult, a Sziget mínusz első napján és Presser Gábor ötlete alapján azóta is nagyon nagy sikerőnek örvend, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Dunaújváros már az első között csatlakozott a rendezvény sorozathoz. A rendezvénynek egy alulról szerveződő rendezvénynek kell lennie, és az a lényeg, hogy mindenhol a helyi zenészek, és főként magyar zenéket, magyarok játszanak, és népszerűsítsék a magyar együtteseket és a magyar szövegeket. Az idei rendezvény sorozaton 8 vidéki helyszín kapott otthon, illetve több mint 10 helyszínen Budapesten is magyar dalok szólnak. Az idei házigazda, Nyíregyháza és az ő kezdeményezésük alapján minden városban 8 órakor a Magyar Dal Napján a tavaszi szél vizet árasztott énekli minden városban minden résztvevő, így reméljük Dunaújvárosban is minél hangosabban. A dunaújvárosiaknak azért a Magyar Dal Napján kívül is van kapcsolatuk a tavaszi szél vizet árasztal, hiszen a dunaújvárosi főiskolások a Szalamander alkalmával minden egyes alkalommal eléneklik, hiszen a dr. Molnár László volt rektorunknak, a park névadójának ez volt a kedvenc nótája, és ezért a főiskolások minden egyes alkalommal eléneklik. Ezért kérném hát a mikrofonokhoz Somodi Zsoltot, Somát, Udvardi Pétert és Szendrei Zsolt Szaszát, hogy segítsenek nekünk és a Móricz Zsigmond általános iskola kórusának, illetve a dunaújvárosi főiskola női karának, hogy együtt elénekelhessük a tavaszi szelet. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérünk! Köszönöm.